Szabó Józsefné Mariska nénit köszöntötte 90. születésnapja alkalmából a városvezető és a választókerület képviselője Berta János is, akik gratuláltak az ünnepeltnek és ajándékul egy csokor virágot, valamint Orbán Viktor miniszterelnök oklevelét nyújtották át. Szabó Józsefné 1960-ban Döbrökközről költözött be a családjával közösen épített házukba, ahol most is lakik. Előbb a közeli fatelítő üzemben dolgozott, később a Kolor szövetkezethez szerződött, ahol a műanyag részlegnél kapott munkát. Onnan ment nyugdíjba 30 évvel ezelőtt. Az idős hölgy jó fizikai és szellemi állapotnak örvend, szinte minden nap dolgozik valamit a kertjében, és saját maga vezeti a háztartását is. Süt, főz, valamint takarít a nála sokat tartózkodó lányával együtt, aki Pétfürdőn él. Famíliája a jövő hétvégén köszönti fel őt. A fiú a Balázs, a kislány az meg Ingrid. Az unokák meg Hunor, meg Kende, a kislány unokámnál ott két fiú van, a fiúnál meg egy fiú, meg egy kislány. Zsájka meg a Csanátka, igen. Az most majd október 17-i lesz 10 éves a kisfiú. Mariska néni miután pezsgővel kocintott vendégeivel elmondta, hogy szeptember 30-án részt vett a Tinódi házban az idősek világnapja alkalmából tartott ünnepségen, amit a város önkormányzata rendezett a Tinódi házban a helybeli szépkorúak tiszteletére. Nagyon tetszett neki Szász Katalin énekes és az őt kísérő cigányzenekar színvonalas műsora.